Jó estét kívánok, a Múzsa magazin március 22. kiadását látják. Március 11-én megnyílt és napjainkban is tart a 37. Kecskeméti Tavaszi Fesztivál esemény sorozata. Mivel a négy napos hosszú hétvége és a nemzeti ünnep miatt március 15-i műsorunk elmaradt, ma és a jövő héten az átlagosnál több anyaggal találkozhatnak a Múzsában, hogy némileg pótoljuk adósságainkat. Mai adásunkban beszámolunk egy színházi bemutatóról. Thornton Wilder a Mi kis városunk című drámáját a nemzetközileg is magasan jegyzett Ilja Bocsárnikov orosz rendező állította színpadra a Kelemen László Kamara Színházban. Március 11-én nyílt meg a Petőfi és a Híres Város című pályázatos kiállítás a Kecskeméti Képzőművészek Közössége rendezésében. A fesztiválnyitó napján adott koncertet a Kecskeméti Szimfonikus Zenekar. A szólista a kecskeméti születésű Fülei Balázs zongora művész volt. A János Vitéz című táncköltevénnyel köszöntötte a nemzeti ünnepet a Varidance és a Bartók Táncínház társulata. Az Alföld Itt Születtem címmel készített összeállítást a fesztiválra a Kecskemét Tánc Együttes. A műsor vendége ma Erdei Péter Karnagy lesz, akivel egy szombaton esedékes jótékonysági kóruskoncertről beszélgetek. Ezt kínáljuk a mai Múzsában, kérem tartsanak velünk. A kétszeres Pulitzer-díjas amerikai Thornton Wilder a Mi kis városunk című drámáját mutatta be március 11-én a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színháza Kelemen László Kamara Színházban. Az előadást a világhírű orosz rendező Ilja Bocsárnikov állította színpadra. Thornton Wildert a Mi kis városunk című 1938-ban írott darabja tette a modern amerikai drámaírás kiemelkedő alakjává. A kisvárosi kispolgári környezetben a 20. század legelején játszódó történetben a szerző valójában az élet értelmét kutatja. Ezt a mélyértelmű, ám mégis egyszerű összetevőkből álló helyzetet gyönyörűen mutatja be a színész végzettséggel is rendelkező Ilja Bocsárnikov orosz rendező előadása. Az volt a globális gondolatunk a színészekkel, hogy a legfontosabb dolog az életben nagyon is hétköznapiak, hogy az élet valójában jelentéktelennek tűnő, kicsi örömökből áll, amelyek mégis a legfontosabbak az emberek számára. Ilyen lehet egy jó kávé, mosolyok, feleségünkkel váltott reggeli csók, vagy épp egy zsemle, amit elfogyasztunk. Ezeken a pici örömökön múlik a boldogságunk. Ezt próbáltuk megmutatni az előadásban. A hajnalcsillag mindig olyan csodálatosan ragyog, mielőtt eltűnne. Nem igaz? Jó, akkor inkább megismertetem önöket a Mi kis városunkkal. Ez itt a fő utca. Mögötte a vasútállomás. Sínek ebbe az irányba haladnak. Síneken túl lengyelek laknak. Ez arról szól, hogy milyen az életünk, hogy milyen rövid, hogy mennyire nem veszünk észre semmi olyan dolgot, ami fontos, csak nagyon keveset az életben, hogy csak a végén döbbenünk rá, hogy mi volt fontos, és mi az, ami egyáltalán nem volt fontos. Ilyen, a leglényegesebb dolgokról szól, és valóban nagyon egyszerűen, de ehhez az Ilja talált egy olyan formanyelvet, egy nagyon erős formanyelvet, ami azért remélem, hogy nem vonna a mondani valóból, tehát a figyelem, mert ez egy nagyon, nagyon nehéz volt ezt technikailag megcsinálni. Darab olyan, minthogyha összeszikrázna tulajdonképpen a mindenség, az örökké valóság és a leghétköznapibb dolgok. Tehát az, hogy az ember a tárgyakban, ugye nem tulajdonít túl nagy jelentőséget, hogy iszik egy pohár vizet, vagy hogy arra megy egy ló, vagy hogy szembenézzünk egymással, vagy hogy történjen bármi. Amíg él az ember, gyakran nem veszi észre, hogy él.
És ez az egész, hát akit Azorjáni Bálint játszik remekül, az úgynevezett rendező asszisztens. Az orosz rendező átkeresztelte asszisztensnek azért, mert a rendező a jóisten. Ő csak asszisztál neki, tologatja az időt, lehetőséget ad arra, hogy előre lépjünk 3 évet, vissza 10-et, vagy 5 percet, vagy ismételjük meg az életet, amire persze az életben nincs mód. De ez a feszültség, hogy egyetlen egyszer élhetjük az életünket, és az, hogy ez soha vissza nem hozható, ez azért rányomja valamennyiünkre a bélyegét, az biztos, hogy olyan szépen van megcsinálva az előadás vége, hogy a takarásban 8-szor is végigbőgi az ember, amikor nézi. Boli, tedd azt a könyvet! De mama, 10-szer mindent tudnom kell Kanadáról! Ismered a szabályt? Nincs könyv az asztalnál. Lehet, hogy a gyerekeid nem lesznek olyan okosak, de egészségesek lesznek, az biztos. De mama, én egészséges vagyok, de okos is. Az iskolában én vagyok a legokosabb. Nagyon jó az emlékező tehetségem. Nem. De. Nem. De. Nem. De. Nem. De. Nem. De. Nem. Egyétek már azt a reggelit! A játékot a színpadról irányító rendezőasszisztens szervezi, és mederbe tereli a filozófiai eszmecserét is, amelyet a szerző folytat önmagával, a szereplőivel és a nézőtéren ülő közönséggel, valójában az univerzum egészével. A Mi kis városunk csupa olyan történetet mesél el, amelynek a leghétköznapi figurák a hősei, olyan eseteket, amelyek bármelyikünkkel bármikor megeshetnek. Tulajdonképpen a szerepem, monológiai, azok mind ezzel, mind az idővel, mind a pillanattal, az örökké valósággal, a pillanatok megélésével foglalkoztak, és bár elég egyszerűen van fogalmazva, mégis filozófikus szövegek, és arra készteti a nézőt, hogy a mesélővel együtt gondolkozzon, vagy ráébredjen azokra a dolgokra, amik mellett a zajos hétköznapokban elfut. Akkor hát ti, akik majd eljöttök 1000 év múlva utána, nézzétek, hogy éltünk a 20. század elején a kisvárosokban, New Yorktól északra. Így nevelkedtünk, házasodtunk, éltünk nap után, és meghaltunk. Nos hát, átlagos bölcső, átlagos élet, átlagos koporsó. A darab során a rendező asszisztens jellemzi így a kisvárosi unalmat. Két átlagos család mindennapos szürke élete a történet, de a sztori mégsem eseménytelen. Wider az élet minden mozzanatának átélésére hívja fel a figyelmünket, hogy létezésünk minden pillanatát tekintsük fontosnak, hiszen ezek megismételhetetlenek. Éljünk tudatosan, időről időre önvizsgálatot tartva, és így alakítani is képesek leszünk a saját sorsunkat. Egy parányi közösségben, de végső soron még magányban is tehetünk arról, hogy mivé leszünk, merre halad az életünk. A rendezőasszisztens szerepének lényege az, hogy rávegye a nézőt, legyen képes és hajlandó így végig gondolni a saját életét. Ez a kihívás, hogy megteremtsem annak a lehetőségét, hogy együtt tudjunk gondolkodni. Tehát színészileg ez a feladat, hogy ott eszköztelenül állni, használni a személyiségemet és azt az erőt, hogy képes vagyok-e láttatni dolgokat. Nem akarom dicsérni magam, de ez a színészi feladat, ez a kihívás benne. Másrészt a koncepció elég jó abból a szempontból, hogy személyesebbé teszi a dolgot, tehát nem pusztán egy történet elmesélése, vagy egy kisváros történéseinek az elmesélése, hanem a saját történetemnek az elmesélése. És ezzel meg van segítve az ember, mert egyből minden apró momentumhoz köze lesz és kapcsolódása. Nem csak kívülről szemléli, hanem belép a történésekbe. Önök legalább annyira jól tudják, mint én, hogy a halottak nagyon hamar elveszítik az érdeklődésüket irántunk, élők iránt. Apránként eltűnik számukra a föld, korábbi álmuk,
korábbi örömök. A szerelem, az ellenségeskedés, a gazdagság, a szegénység, mindaz, ami akkora jelentőséggel bír a számunkra, itt valahogy megfakul. Én magam, mint Gibbs doktor, nagyon jól érzem magam a szerepben is, meg a darabban is, hiszen a születésért dolgozom. Minden egyes megszületett csecsemő a természet egy újabb kísérlete arra, hogy létrehozza a tökéletes emberi lényt. Ha ebben nem hinnék, azonnal lapos kúszásban indulnék a temető felé, hiszen annyi körülmény van, ami megnehezíti az életünket. A darabban játszó színészekről szinte süt, hogy nagyon nagy kedvel vettek részt a produkció létrehozásában, és nagyra értékelték a nemzetközi hírű színházi szakember Ilja Bocsánikovsz érzékenységét, szakértelmét és színészekre való odafigyelését. Nagyon-nagyon szerettem játszani, és szeretem csinálni. Fantasztikus munka volt. Ugye nekem az első munkám volt az Ilja Bocsánikovszal, a rendezővel, és hát egy egészen más iskola, egy egészen más gondolkozásmód, fantasztikus pedagógus, fantasztikus. Szóval nagyon-nagyon nagy öröm volt számomra ez a találkozás, hogy tulajdonképpen bármit jó lett volna az ő rendezésében játszani. Tényleg régen találkoztam ennyi figyelemmel, ennyi odafigyeléssel a színész iránt, és ilyen érzékenységgel. Nagyon pontos, nagyon-nagyon tudja, hogy mit szeretne látni. Nagyon-nagyon pontosan mutatja meg ezeket a karaktereket, amit a fejében összeállt, vagy amit úgy érez, hogy az működőképes, és nagyon-nagyon jól tudja helyzetbe hozni a színészeket. Lehet, hogy ez adódik abból is, hogy ő maga is azon túl, hogy rendező színész, tehát színész fejjel tud gondolkodni. Nagyon-nagyon nagy energiákat mozgósít, és amikor előjátszik valamit, akkor nagyon-nagyon pontos és nagyon-nagyon telített. És tulajdonképpen ezt várja el tőlünk. Ilja Bocsánikovsz az elmúlt években 3 előadást is rendezett Debrecenben, és egy következőt Kaposváron. Kifejezetten jó benyomásokat szerzett a hazai színészképzésről és a Kecskeméti Társulat színészeiről is. Szeretem ezt a kérdést, és őszintén szoktam válaszolni rá. Azt tapasztalom, hogy Magyarországon nagyon erős a színészi gárda. Sok erős színész egyéniséggel találkoztam. Kecskemét a 3. város, ahol dolgozom, így magabiztosan állíthatom, hogy a színészeik, beleértve az itteniket is, rendkívül jól képzettek, sokszínűek, más-más karakterek. Örülök, hogy dolgozhattam velük. Ilja Bocsánikovsz érzékeny, a darab eredendő eszköztelenségéből fakadó rendezését valóban számos kiváló színészi alakítás segítette. A főbb szerepeket Adorjáni Bálint, Dunai Tamás, Danyi Judit, Hegedűs Zoltán, Csapó Virág, Huszti Varga Máté és Hartai Petra alakítják, de valójában nincs kicsi vagy kevéssé fontos szerep az előadásban. A Mi kis városunk című előadást a Kelemen László Kamara Színházban láthatják. Március 11-én a Híres Agora Kulturális Központ emeleti kiállító termében a Petőfi és a Híres Város című kiállítással ünnepélyes keretek között megnyílt a 37. Kecskeméti Tavaszi Fesztivál. A pályázati tárlatot a Kecskeméti Képzőművészek Közössége hirdette meg. Az eseményen külön díjzsűri is működött. Megnyitó beszédet Gyelgyedes László művészettörténész mondott. Az elmúlt évek hagyományát folytatva az idén is a Kecskeméti Képzőművészek Közössége szervezte azt a képzőművészeti és iparművészeti kiállítást, amelyet ezúttal Petőfi és a Híres Város címmel hirdettek meg a tavaszi fesztivál nyitó eseményeként. Balanyi Károly, a KKK elnöke a kiírásban így fogalmazott. A művészet eszközével keressük a titkot, és próbáljuk átérezni a felelősséget a nagy elődök által létrehozott kulturális, történelmi örökségünk iránt, mert a hagyomány nem csak a múlt, hanem a jelen és a jövő.
A kiállítási felhívás sok művészhez elért. Elég szép arányba reagáltak a kollégák erre a fölhívásra, bár elég kevés időnk volt, ugye későn volt a tavaszi fesztivál kuratóriumi döntése is, bő egy hónap alatt azért elég szépen reagáltak a kollégák. Ugye ennek vannak előzményei, ugye mert már többször foglalkoztunk Kecskemét építészetével, egyáltalán a szellemiségével, úgyhogy nem nulláról indult ez az anyag, és azért vannak elég szép. Tehát konkrétan az én esetemben is ez úgy történt, hogy tehát ennyi munkát egy hónap alatt nem lehet összehozni. De ugye régebben is foglalkoztatott már maga a város, az architektúrája, a tájban való elhelyezkedése, és voltak olyan félig befejezett vagy befejezetlen Kecskeméttel kapcsolatos zománcaim, amikről úgy éreztem, hogy nem az igazi, még inkább olyan háttérképnek tűntek, és most rájöttem, hogy ezek erre vártak, hogy Petőfivel szépen feltöltsem őket, és nagyon szépen megtalálta a helyét a Petőfi ebbe a kecskeméti tájba, környezetbe, tehát ezek a művek most lettek igazán készen. A Petőfi és a Híres Város című kiállítást ifjú Gyergyádesz László művészettörténész ajánlotta a közönség figyelmébe. A tárlatra 37 képző és iparművész munkáit választotta be, a Balanyi Károlyból, ifjú Gyergyádesz Lászlóból, Osztényi Évából és Ugrai Zsuzsából álló grémium. Az idén külön díjzsűri is működött. A Gyergyádesz László, Osztényi Éva és Lőrinc Luca alkotta zsűri három alkotót részesített elismerésben. Kiküzdöttük a tavaszi fesztivál költségvetéséből, hogy legyen díj, ugyanis ezt azért szoktuk végül is fontosnak tartani, hogy legyen díj és legyen katalógus, mert ez egy jó hívószó a kollégáknak, hogy ha látják, hogy ezek megvannak, akkor ez egy kicsit inspirálja őket arra, hogy tényleg részt vegyenek a kiállításon, reagáljanak a fölhívásra, és ez szerintem jót is tett a kiállítás színvonalának, és gyakorlatilag a költségvetés teljes összegét olyan dolgokra költöttük, amelyik a kiállítás minőségét várhatóan növeli, és valójában megnövelte is. A kiállítás díjait 2022-ben Balanyi Károly grafikus művész, Ávarga Imre festőművész és Miklós Árpád festőművész érdemelte ki. A kiállítása beadott művek között szép számmal akadt olyan, amelyik kifejezetten a címben megjelölt tematika szellemében született. Örvendetes, hogy néhány új alkotó is feltűnt a kiállító művészek között, mint például Józsa Réka, Tegdes László, dr. Tóth Aliza vagy Szabó Eszter. Mi nem szoktuk olyan szigorúan előírni, hogy csak a közösség tagja. Vannak esetek, amikor igen, mondjuk egy évfordulós kiállítás, akkor csak a közösség tagjai, de azért lehetőleg nyitunk, és azért a számomra is nagy öröm, hogy nem csak az újak hoznak új szint a kiállításra, hanem a régről ismert alkotók is. Strunert is említhetném például. Így van, megújulva hoznak munkákat, tehát ez csak azért van, hogy láthatóan folyamatos munka zajlik a közösségbe. És azért nem rutinszerűen történik mindez, hanem ebbe a közösségben azért benne van a megújulás képessége, és tulajdonképpen ez élteti az egész közösséget. A fiataloknál pedig ugye nem kötöttük ki, hogy közösséghez tartozók legyenek. Ha jó munkát hoztak, azt örömmel oda tesszük a falra, legfeljebb később csatlakoznak a közösséghez, ha úgy alakul. A kiállítás egyben mementó is. Emléket állít az elmúlt időszak elhunytjainak. Egy-egy műtárgy falra helyezésével tisztelegtek a pályatársak a közelmúltban eltávozott Szabó Pál festőművész, Bodri Ferenc festőművész, Ungvári Bazán Vladimir festőművész és Pálfi Gusztáv szobrászművész emléke előtt. Néhány nappal a tavaszi kiállítás megnyitása előtt közgyűlést tartott a kecskeméti képzőművészek közössége, ahol értékelték a változások nyomán megváltozott viszonyokat. Egyrészt ugye voltak
bizonytalanságaink azzal kapcsolatban, hogy az Agora új vezetésével hogyan sikerül fölvenni a kapcsolatot. Ez végül is egy nagyon pozitív történet, tehát úgy tűnik, hogy nem csak hogy a megszokott munkát folytathatjuk, hanem gyakorlatilag nagyobb sebességre kell váltanunk, tehát és ezt meg is fogalmazta az Agora vezetősége is. Elvárás szintjén. Jelzés szintjén, hogy, és ez egyet lehet érteni, tehát az, hogy próbáljuk változatosabb módon, például, hogy nem csak megnyitunk egy kiállítást, de közben is legyenek események, hogy az érdeklődést ébren tartjuk, esetleg innovatívabb módon jelenjünk meg. Ezek jogos elvárások, és ez azt jelenti, hogy a közösségnek bizony egy kicsit nagyobb fordulatszámra kell kapcsolnia. A közelmúltban 75. születésnapját betöltő Balanyi Károly saját szerepvállalásával kapcsolatban is szolgált új információ. Bejelentettem, hogy nekem ez az utolsó ciklusom, az utolsó 4 év, amit még elvállalok. 80 évesen már ne én szervezzem a közösség életét, ne én fussak a kollégák után, hogy összejöjjön egy jó anyag, fusson utánam, aki utolér. Tehát ez az egyik tétje, tehát úgy kellett a közösség vezetőségét összerakni, kibővíteni, hogy meglegyen a garancia arra, hogyha én 4 év múlva már azt mondom, hogy köszönöm szépen, ennyi volt, legyenek olyan emberek, akik garanciát jelentenek a folytatásra, akár a magasabb szintű folytatásra, és ezt a vezetőség 2 fiatal új tagja, Németh Ábel meg Zsolcai Balázs, hadrafogható fiatal emberek, és én azért az Agora vezetésében és a munkatársi gárdában is látom azt a garanciát, hogy ez a közösség működni fog, és talán magasabb szinten is fog működni, mint eddig. A Petőfi és a Híres Város című kiállítást március 31-ig látogathatják. Március 24-én csütörtökön 10 és 12 óra között Mészáros Marianna nyitott állatvezetést tart a kiállításban. A művekből március 30-án 17 órától árverést tartanak a Kárpátalján élő művésztársak megsegítésére. Komoly zenei hangversenyt tartottak a Híres Agorában március 11-én a 37. Kecskeméti Tavaszi Fesztivál nyitó napján. A Kodály bérletsorozat részeként meghirdetett koncerten Pécsi József, Grieg és Brahms művek hangzottak el a Kecskeméti Szimfonikus Zenekar előadásában. A szólista a kecskeméti születésű Fülei Balázs zongora művész volt. Március 11-én a Kecskeméti Szimfonikus Zenekar hangversenyével hivatalosan is megnyílt a 37. Kecskeméti Tavaszi Fesztivál. Az ünnepi hangverseny első részében Pesti József Petőfi nyitánya szólalt meg a Kecskeméti Szimfonikus Zenekar előadásában. Az együttest vezénylő Hollókői Huba karmester talált rá az alkalomhoz, Petőfi Sándor bicentenáriumához kifejezetten illeszkedő zeneműre. Bevallom őszintén, hogy Pécsi József nevével, mint zeneszerző, akkor találkoztam először, amikor ennek a koncertnek a műsorát elkezdtük összeállítani, mivel nincsen sok olyan nagy zenekarra írott darab, ami Petőfi Sándor nevét viseli, ezért különösen megörültem, amikor ezt megtaláltam. A folytatásban Edvard Grieg norvég zeneszerző ámol zongora versenye hangzott el a kecskeméti szimfonikusok és a kecskeméti születésű szólista Fülei Balázs zongora művész előadásában.
Fülei Balázs a koncert előtt találkozott stábunkkal, és rövid interjút adott a Múzsának, többek között arról, hogy milyen érzés versenymű szólistájaként fellépni a szülővárosban. Megtisztelő, kiemelt és nehéz. Azért nehéz, mert itt voltam gyerek. Ezen a színpadon játszottam 8-9 évesen. Volt szolfés tanárom játszik a zenekarba, aki engem 8 évesen kottaírásra tanított. Tehát furcsa helyzet. Inkább teher, mint öröm? Nem, a zenélés az mindig öröm. Inkább a színpadi jelenlétben ez egy ilyen időkavarodás, egy ilyen időrengés, hogy nyilván én is egy picit vissza-vissza zökkenek az élményeimbe, hogy meglátok arcokat, találkozom emberekkel. Néha alig tudom elválasztani, hogy most akkor eltelt ez a 30 év, vagy nem telt el. Az a kivételes helyzet is előállt, hogy a hangversenyre Fülei Balázs maga választhatta ki az előadni kívánt versenyművet. Egy zenekar általában, hogyha egy évadban, egy bérletben gondolkodik, akkor egy meghatározott műsorhoz keres szólistát. Most ez esetben megkaptam azt a nagyon ritka kérdést, hogy mi ez lenne kedvem. És én azért választottam a Grieg zongora versenyt, mert ez egyfelől egy nagyon kompakt, tulajdonképpen nem is hosszú darab, de hát egy nagyjából fél óra hosszúságú, tehát egy rendes zongoraverseny. Azért mondom, hogy nem hosszú, mert azért vannak itt 19. századi nagy elborulások, tehát itt vannak azért ilyen egy óra meg bő órás versenyművek is sok-sok mondani valóval. Grieg zongoraversenye ellentétben egy nagyon tetszetős játszani való, ugyanakkor nagyon igényes is, és éppen a zenekari tagokkal beszélgettük, hogy sokszor a tetszetősség az a zenei minőség rovására is mehet, tehát amikor valami nagyon kívánkozik, hogy szép legyen, dallamos legyen, az nem biztos, hogy a legtartalmasabb zenei mondanivalót tartalmazza. És ez a norvég zeneszerző szerintem mesterien ötvözte ezt a két dolgot. Egyrészt leleményes zenei gondolatok vannak benne, másrészt azt gondolom, hogy igazán könnyen emészthető, élvezhető zene. Grieg meglepően fiatal volt, amikor az Ámol zongora versenyt papírra vetette. 25 éves volt, amikor ezt komponált, ez a 16. számú ópusz, tehát tényleg nagyon az eleje a történetnek. Éreznie bármit abból, hogy ő egy fiatal komponista akkor még, amikor ez a mű születik? Nem, inkább azt mondanám, hogy egy nagy pecsét van rajta, mert maga Liszt Ferenc mondta, amikor megnézte, hogy ez jó. Állítólag a Liszt gyorsan játszotta az első tételt Grieg véleménye szerint, de lehet, hogy nincs, hogy erre rosszul emlékszem. Ez gyakran van így, Chopin is így szólt Liszthez, hogy Monsieur Liszt nagyszerűen játssza az etüdjeimet, csak jó lenne, ha azt játszaná, ami oda van írva. Természetesen minden előadó művész szükségszerűen átértelmezi, a saját személyiségéhez igazítja a zeneművet, amelynek tolmácsolására vállalkozik. Onnantól kezdve, hogy leszedjük a papírról a hangokat, onnantól kezdve értelmezzük. Szép dolog a kotta és a mű, de alapvetően csöndben van, hogyha nézegetjük a kottát.
amint hozzányúlunk, az már mindenkinek a saját fűszerezése, a saját elkészítési módja. Noha ismerjük az összetevőket, de hát minden előadónál más. Nyilván a karmesterrel, a zenekarral egyeztetünk paramétereket, találkozási pontokat. Egyébként az volt a jó a próbákon, hogy nem is kellett nagyon egyeztetni, mert magától érthetődő nyelven tudtunk csatlakozni egymáshoz. Hogyha pedig éppenséggel eszembe jut valami egy olyan szabadságra, ami éppen akkor jut eszembe, erre bőven van hely a darabban, olyankor a zenekar általában pihen vagy kitartott hangot játszik, de ez egyébként is a versenyműveknek egy jellemzője, hogy mindig hagy levegőzést a szólistának. A stúdió vendége Erdei Péter karnagyúr, beszélgetésünk témáját pedig az adja, hogy e héten szombaton, azaz március 26-án egy jótékonysági kóruskoncert lesz az evangélikus templomban. Köszöntelek, tanár úr! Békesség óhajtás a címe ennek a kórusnak, és ez már hamarabb eldőlt, mint ahogyan a világhelyzet eldőlt. Ennyire ráéreztetek az idők szavára? Hát... Azt hiszem, hogy valahol elsősorban annak a nehéz helyzetnek az eredménye volt ez a címválasztás, amit a vírus okozott az elmúlt két esztendőben. Igen. És valahol én azt éreztem, hogy ez a helyzet olyan volt, mint egy békétlenség, mint egy állandó feszültség, mint egy állandó stressz az embereken, az együtteseken, tulajdonképpen mindenkin. És valahol az ebből való kilábalás, ebből való egy picit talán menekülésnek is lehet nevezni, annak az eredménye volt ez a címválasztás. Meg aztán, ahogy az idő telt, és úgy a pandémia idején próbáltuk életben tartani a művészetet, a művészi együtteseket, van egy olyan mondás, hogy a győztesnek mindig van egy terve, a vesztesnek meg mindig van egy kifogása. Vagyis hogy a győztes az a problémában is a megoldást keresi, a vesztes meg a megoldásban is problémát lát. Tehát, és én inkább az előző csoportban szeretném magamat sorolni, és a kecskeméti énekeskörnek az életében ezt a tovább élési lehetőséget kerestem, és talán valahogy ennek az eredménye lett, ennek a hangversenynek a címe, de azért az is benne van, hogy Kodálynak van egy gyönyörű szép kórusműve, Virág Benedek versére, aminek pontosan ez a címe. Ha már Virág Benedeket emlékszel, tehát úgy tűnik, hogy ez egy hosszú, vagy hogy mondjam, jó régre visszanyúló gyökerű életérzés lehet ez a békesség. Bizony, mert ez pontosan is a II. Világháború időszakában, ugyanúgy, mint ahogy a műsorunknak más része is időben oda kapcsolható. Ezen a Békesség óhajtás című műsoron három kórus is fellép, köztük egy olyan, akiket én még nem hallottam, ők a Kodály Intézetben itt lévő hallgatók kórusát jelentik, Jutó Yamaguchival az élünk. Mit lehet róluk tudni? Hát azt lehet tudni, hogy ugye a Kodály Intézet kurzusainak egyik sarkalatos része az énekhanggal való foglalkozás, a kórusmunka, mint ahogy a Kodály zenei nevelési rendszerének is egyik sarkalatos pontja a kórus éneklés. Így aztán a karvezetés tanulás és a kórus éneklés az intézetben egy nagyon fontos szerepet játszik. Jutó Yamaguchi, ő egy japán fiatalember, aki most már több éve itt tanul a Kodály Intézetben. Még mikor én aktív tanár voltam, én magam kezdtem előtt tanítani, és rendkívül rátermetnek, nagyon komolynak és művészileg is érett
fiatal embernek tartom, és ő egyszerűen abból adódóan, hogy ő már most már szeretett volna maga is úgymond hangszerhez jutni, hogy legyen lehetősége kipróbálni a talentumát, ő létrehozott egy kamarakórust a Kodály Intézet hallgatóiból, nagyon sokféle országból, nagyon sokféle ember van ebben a kórusban, de a fiatal karnagy nagyon ügyesen és rátermetten, nagyon jó minőségben összehozta ezt a kórust, és a műsora is nagyon érdekes és nagyon sokoldalú, minthogyha ezt a nemzetköziséget akarta volna ezáltal is kifejezni. Mert például kezdi a műsort egy afroamerikai spirituáléval, amiről tudjuk, hogy a spirituálé, mint műfaj, az is egy egész különleges dolog, mert ugye mi európaiak nem érezzük eléggé ennek a mélységét. Ugyanúgy egyházi ihletésű, mint a gospel? Abszolút, abszolút, mégpedig a rabszolgatartó dél-amerikai egyesült államok déli részén az afrikai ritmusosság és az európai és a tengeren túlra átmentett keresztényi érzület és dallamvilág találkozása ez, de ennek az amerikai rabszolga időben mindig volt egy rejtett tartalma, mégpedig a menekülés. A menekülés, a béke és a mennyekhez való fordulás, mert onnan várták a szabadulást. Tehát tulajdonképpen még ez is odaillik ehhez a mi gondolatunkhoz, a szombati koncertre. Jutóék énekelnek ezentúl Bárdos Lajost és Kodály Zoltánt is, tehát azért a magyar szerzők is megszólalnak. Jön az Aurin. Igen. Ismételten Bartókkal, Karaival, Kodállyal. Na most hát ugye március az egy olyan hónap, amikor a két óriásnak évfordulói vannak. Bartók születésének az évfordulója március 25-e. Tehát úgy gondoltuk, hogy nagyon fontos volna Bartókról mindig emlékezni, hiszen ő egy akkora mester, akinek a művei mindig adnak új érzést, új örömöt és új finomságokat. Kodálynak pedig hát a március 6-a a halála évfordulója, igaz, most nem kerek, de mindenképpen mi... De az 140 kerek. Igen. A kecskeméti énekeskör oldaláról mi minden évben igyekszünk Kodályról megemlékezni, és hát így aztán a mi műsorunkban pedig hát két Kodály mű is szerepel. Barabás Árpád és Tóth Péter mellett. Így van. Tanár úr, a praktikumokról beszéljünk egy kicsit. Úgy hirdettetik a Békesség óhajtás koncert, hogy jótékony célú. Nincs is nagyon sok kétség, hogy kik a kedvezményezettek. Mi módon lehet gyakorolni a koncert helyszínén az adakozást? Hát nagyon érdekes dolog ez a jótékonyság, mert azt el tudom mondani, hogy a rendszerváltás idején, vagy azt megelőzően már én az akkori pedagógus énekar élén már elkezdtem a jótékonysági tevékenységet, és amikor a délszláv háborúk voltak, akkor a református templomban nem egy alkalommal csináltunk gyűjtést. És úgy gondolom, hogy akit érdekel a zene, akit érdekel a művészet, és ugyanakkor érdekel a szomszédunkban lévő emberek jóléte, békessége és továbbélési lehetősége, azt mindenkit várunk, hogy jöjjön el és adakozzon ott a helyszínen. A hangverseny végén tetszőleges összeget, ha 10 forintot 10-et, ha 1000-et 1000-et, és így tovább. És az összegyűjt összeget teljes egészében a kárpátaljai menekültek ellátásához javára, egy egyházi csatornán keresztül, ami biztonságos és egész biztos, hogy oda jut, ahova kell. Hát legyen így, legyenek sokan a koncerten. Köszönöm, hogy befáradtál és elmondtál az információkat. A nézőket pedig biztatom, hogy legyenek ott március 26-án, 19 órától, és adakozzanak a menekültek javára. Nagyon szépen köszönöm még egyszer, sikereket kívánok a koncerthez.
Március 15-én este a János Vitéz című daljáték táncszínházi változatával köszöntötte a nemzeti ünnepet a Varidens és a Bartók táncszínháza híres agóra színpadán. Kacsó Pongrász zenéjét, amely a 20. század legelején született, Szirtes Edina mókus igazította a mai korhoz. A megszólaltatásban Ferenczi György és az általa alapított első pesti Rackák nevű zenekar működött közre. A koreográfus és a darab rendezője Vári Bertalan volt. Különleges darabbal, élőzenés táncköltemény vett részt a 37. Kecskeméti Tavaszi Fesztivál programjában a Varidens és a Bartók Táncínház társulata. A Vári Bertalan vezette csapat Petőfi Sándor 1844. novemberében pár hét alatt papírra vetett művét, az azóta kötelező irodalommá lett János Vitézt vitte színpadra. A kecskeméti előadást megelőzően a darab megálmodója, rendezője és koreográfusa Vári Bertalan beszélt a mű megszületésének körülményeiről, egyebek mellett arról, hogy nem kifejezetten a Petőfi bicentenárium volt, ami miatt belefogtak a produkcióba. Ettől függetlenül született, aztán tudatosult bennünk, hogy évfordulója van Petőfinek, de valahogy így ez volt a levegőben akkor nálunk. Valahogy beugrott, csináljunk egy új darabot, és legyen az a János Vitéz, mert valahogy ezek a Kacsó Pongrász dalok ott motoszkáltak a fejembe, de hogy ezt kicsit bolondítsuk már, meg kicsit hangoljuk át, kicsit maiba, és akkor fölhívtam a Gyurit, Ferenczi Gyurit, a Rackáktól. Találkoztunk egy benzinkúton, kávéztunk egyet, mondta, hogy tetszik az ötlet, de hogy kellene valaki hangszer, aki meghangszerelni, és hogy mi lenne, ha fölhívnánk Mókust. Fölhívtuk Mókust, Mókus az rábólintott, és tulajdonképpen elkezdődött a munka, és hát ez már ugye elég régen volt, és szerintem már két éve terveztük a bemutatót, de tulajdonképpen csak tavaly tudtuk bemutatni itt a pandémiás időszak miatt, meg a vírushelyzet miatt. De azt gondolom, hogy nagyon, nagyon örülök neki, hogy sikerült őket hadra fogni, vagy az alkotási folyamatba bevonni, és közösen tudtunk egy olyan produkciót létrehozni, ami szerintem nagyon jól sikerült. János Vitéz sok szereplőt, jelen esetben sok táncost foglalkoztat. Ők a Varidens és a Bartók Táncszínház tagjai, és nem véletlen, hogy ebből a két társulatból állt össze a fellépő csapat. Tulajdonképpen a Bartók és a Varidens az valahol ugyanaz. Plusz táncosokat hívtunk, mert itt a szereplők miatt, meg ugye több főszereplő van benne, és hogy meglegyen az a monstra tánckar, huszára, ne csak két huszár legyen minimum 6 vagy 7, ezért ez indokolta, hogy kicsit kibővítsük a tánckart. Mint ahogyan az a felvezetőben elhangzott, az 1904-es Kacsó Pongrác által megzenésített darabot a Kecskemétről indult Szirtes Edina mókus gondolta újra, és alkotta meg a mű új hangszerelését. A sajátos kortárs hangzású zenét mókus a mára már ikonikussá vált Ferenczi György első pesti Rackák nevű zenekar tagjaival kiegészülve szólaltatja meg az előadás során. Ez a fúzió egészen egyedi hangzást varázsol az egyik legismertebb magyar irodalmi alkotásból, és az egyedi látványvilággal kiegészülve sikerül elérni azt a különleges bravúrt, hogy a mindenki által ismert darabot egy teljesen új egyedi nézőpontból bemutatva rabul ejtse a minőségi magyar kultúra rajongóit. Dolmi, nagyon sokan megnézték már ezt a János Vitézt, 8 éves kortól egészen 70 éves korig, és legnagyobb örömünkre szolgált az, hogy a 7-8 éves gyerekek is tátott szájjal nézték vissza az előadást, és aztán
a visszajelzések alapján nagyon jól megértették a történetet, de érvényes ez a színházlátogató közönségre is, akik már gyakorlott szemmel nézik az előadást. Mindenki azt mondta, hogy követhető a cselekmény, újszerű, új dolgot hoztunk létre, kicsit elgondolkodtató és kicsit a mába tudtuk helyezni a történetet. Az előadás alatt a Rackák és Mókus is a színpadon vannak, és ugye élőben játsszák itt a zenei anyagot, ami egy óriási nagy, olyan energialöket, amit nagyon nehéz róla beszélni, de hogyha az ember kívül is megnézi, az van, hogy félelmetes. A ti szakmátokban rendkívül komoly szerepe van a tized másodperceknek is. Az élő zene ebben az esetben nem kockázati tényező? Amennyi kockázati tényező, annyi pluszt ad hozzá. Az élőzet egyszerűen nem lehet kiváltani mással. Mindig olyan energiával tölt el, bárhányszor nézem, akár csak a próbát, akár bármelyik eladás, mindig új színeket, új érzéseket kap az ember, és az a minimális kockázati tényező, hogy most kicsit elkéstek, vagy más tempóban játsszák, az tulajdonképpen elhanyagolható, mert a tánckar és a zenekar is egy olyan szimbiózist alkot, annyira egyszerre lélegeznek, hogy tulajdonképpen nincs is ez a kockázati tényező, amiről beszélünk. Az elmúlt évek hagyományainak megfelelően új műsort készített a tavaszi fesztiválra a Kecskemét Táncegyüttes. Ezúttal a Petőfi Bicentenárium adta az apropót, hogy az Alföld néptánc kincséből szerkesszenek egy fergeteges egészestés műsort, amely a Vajdaságtól a Bodrog közig terjedően mutatja be az alföldi területek táncokban megőrzött kultúráját és szokásait. Az előadást Böde István Gábor rendezte. A 200 évvel ezelőtt született Petőfi Sándor verseiben megőrződött, mélyen őszinte alföld szeretet teremtett keretet a Kecskemét Táncegyüttes tavaszi fesztiválra készített új műsorához, amelyet ezúttal Böde István Gábor rendezett, 11, javarészt a Kecskemét Táncegyütteshez kötődő koreográfus munkáinak összefűzésével. Nagyon-nagyon fontos számunkra a kiskunságnak a hagyománya, így azt a műsorunkat is ugye kiskunságra húztuk rá, inkább úgy mondanám, viszont mivel ez az Alföld című műve Petőfinek igazából több mindent jelentett neki is, a magyar népnek a szabadságát, ahogy leírta a táját, ahogy bemutatta az egész Alföldet, mint a magyar népet, a magyarságot, a nemzet napszámosait, így arra gondoltunk, hogy a meglévő koreográfiánkat összegyűjtjük, illetve egyébként egy premier koreográfia is lesz, amit Debrecenből jött koreográfusok Mayer Tamás, illetve Ligeti Csendamerika tanított be Hortobágyi koreográfiát is fog bemutatni. És igazából így egyszerűen csak mint egy kis legót összepakolgattuk a műsor, felújítottuk illetve a műsorhoz igazítottuk a meglévő koreográfiákat, és annyira ösztönző volt Petőfinek a versei, hogy egyszerűen minden úgy jött magától. Jó kis földrajz utána nézés volt, hogy mi és mi tartozik bele a teljes Alföld területéhez, és igazából Vajdaságtól kezdve, mert bácskai anyag lesz, teljesen felső kiskunság, és teljesen elmentünk Bodrog közbe, alsó Bodrog közbe, amíg szintén az Alföldhöz tartozik, sőt, még mékeréki kisebbségi, hát ugye a nemzetiségi táncokat is bemutatjuk, román táncok lesznek, cigány táncok lesznek benne, így nagyon színes palettát fogunk a mai műsorban bemutatni.
műsor összeállításakor Böde István Tóth Kata dramaturg segítségét kérte. A Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház munkatársának közreműködése folytán feszes és cselekményes előadás született. Aradi Imre színművész jól összeválogatott Petőfi versek megszólaltatásával mozdította elő a cselekményt. A több mint 100 táncost felvonultató, mindvégig feszes ritmusú előadás valósággal sokkolta a közönséget. Volt, aki úgy fogalmazott az est végén, úgy érezte, mintha akciófilmet látott volna. Pedig nem volt zökkenőmentes a felkészülés. Nagyon-nagyon nehéz volt a felkészülés erre, mert ebbe az időszakban ugye a próbára járástól kezdve a lehetőségek ugye kicsit csökkentek, betegségek ugye közbeszóltak többször, a főpróbáinkon ilyen 20-30 ember hiányzott, még azt mondom, hogy most is azért a nem teljes erős gárdával fogunk dolgozni, de itt van mindenki, és mindenki oda teszi magát, és szerintem fantasztikus előadás lesz. Hogy a korlátozó intézkedések megszűntek, felpörgött az élet a táncegyüttes házatáján is. Ennek részleteit Lukásné Haránt Eszter, a táncegyüttes egyik művészeti vezetője foglalta össze. Az elmúlt két év után nagyon szépen beindultunk, és nagyon sok lehetőségünk adott, amivel éltünk is. Hát a legfrissebb ilyen élményünk, hogy az Örökség Gyermek Népművészeti Egyesület meghirdetett egy ilyen koreográfiai versenyt, a Tóth Ferenc Gyermek Tánc Koreográfusi Versenyt országos szinten. Közel 50 produkció jelentkezett, és a mi fordulónkból itt Kecskeméten 26 produkció volt, de volt Veszprémben is, volt Nyíregyházán is, és összesítették, és ennek eredményeképpen a mi két produkciónk olyan sikereket ért el, hogy az egyik koreográfiánk kiemelt arannyal, a másik koreográfiánk pedig arannyal került be az országos döntőbe. 14 produkció, ahol nívódíjért fogunk majd megküzdeni koreográfusok, amit ugye a gyermekek tolmácsolnak a mi kis koreográfiáinkat, úgyhogy mindezek a munkák mellett, ami most van ezzel a nagy Alföld műsorral, az egyéb különböző ünnepi megmérettetésekkel, még ez is így sikereket hozott nekünk. Minden hétvégénk foglalt, folyamatosan megyünk mindenhová, és ez tart egészen 2023-ig már így a közeljövőben. A április 14-én visszük a gyermekeinket országos szólótáncfesztiválra, Gyulára, egy ilyen előselejtezőre, utána megyünk Szászhalombottára április 24-én megküzdeni ezzel a két koreográfiával, hogy jó helyre kerüljünk. Hát megyünk az ifjúsági csoportunkkal Madeirára fellépni, külföldi turnéra fellépni, megyünk majd a nagy együttessel októberben 3 hétre Mexikóba turnézni, tehát azért vannak ezek, illetve megyünk minősítő fesztiválra, és ott a felnőtt együttes fogja majd képviselni magát. Az Alföld Itt Születtem című előadás nem ért véget a március 20-i bemutatóval, eleve nem csak fesztiváli alkalomra tervezték. Lesz egy minősítő műsorunk, ahova ennek a műsornak egy részletét fogjuk vinni. És ha már ezt megcsináltuk, akkor május 6-án a helyi termékek ünnepén, illetve a Hungarikum Fesztiválon a főtéren elő fogjuk adni, illetve a Passió napokon, június 4-én a színházban lesz előadva a teljes műsor.
Kedves nézők, ez volt a Múzsa március 22-i adása. Legközelebb egy hét múlva, március 29-én várom majd önöket újabb 5 szerkesztett fesztiváli beszámolóval és a Kossuth díjas Bagetti Szkanderrel. Nézzenek minket akkor is. Viszontlátásra!